Az időjárási körülmények megfelelőek voltak a rendezvény megrendezésére, így sokan érkeztek az idei Fruska-Gorai maratonra, nem csak belföldről, hanem más országokból is. Őrsi Bálint számára ez a 14. alkalom, hogy részt vesz ezen a sportrendezvényen. Nagyon megváltozott a rendezvény a régi változathoz képest, de hát nyilván haladni kell a korral, és én ezt a futóstílusú sportrendezvényt is szeretem. Az előző években is az volt a cél, csak hogy elvégezd ezt az ultramaratont? Előző években ott még sikerült néha dobogóra is kerülnöm, de most egyre erősebb a mezőny, úgyhogy szinte biztos, hogy nem fog összejönni, és már nem is küzdök érte. Mit vártok el a maratontól, így a barátnőiddel? Hát elsősorban az, hogy túléljük, hogy lesz elég energiánk, hogy végigcsináljuk, meg ahogy láttuk a térképen, nagyon szép az útvonal, sok lesz a látnivaló, úgyhogy biztos, hogy nagyon jól fogjuk magunkat érezni. Én idén a 22 kilométeres pályát választottam, és harmadszor megyem ezt a pályát. Előtte már mentem többször kisebbet, de most ezt választottam, mert ez a kedvencem. Én az idén csak 10-et megyek a legfiatalabb kislányommal, ugyanis egy kis pocaklakót is viszek magammal, egy kis 3 hónapos pocaklakót, úgyhogy mi sétálunk az idén és élvezzük a napot. Reméltük, hogy szép idő lesz, mivel arra nem tudunk kihatni. Bátorít annak a látványa, hogy ilyen sok résztvevő érkezett az idén. Összehangolt együttműködésre van ilyenkor szükség, hiszen 36 órán keresztül tart az esemény, és a közlekedést sem könnyű megoldani. De az újvidéki városi közlekedési vállalat sokat segített ennek a megszervezésében. A résztvevők összesen 14 különféle útvonal közül választhattak, amelyek közül 5 versenyszerű pálya volt, 9 pedig rekreációs. A legrövidebb versenypálya 22, míg a leghosszabb 134 kilométeres.